Kedves nézőink, május 4-i tekintetik meg a Városi Múzeumban Bujáki Éva kiállítását. Most a megnyitón készült felvételeinket láthatják. Milyen technikával készíti az alkotásait? Frezettónak hívják ezt a technikát, bőti élő hajnalka találmánya, gyakorlatilag egy szabadalmi oltalommal védett technika, magára az anyagra és a technikára is vonatkozik ez a szabadalom, 2013-as, és gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen tortakrém, tehát ezt nem faragva van, hanem építve van ilyen impasztólapátokkal, és kötés után van kifestve. Kicsit hasonlatos a kerámiához ez, de nem kell égetni, és mivel egy része, egyik alkotóeleme egy ipari ragasztóanyag, ezért ebbe beépíthető olyan dolog, ami a kerámiában nem, tehát ebbe beépíthető textil, üveg, bugyanták, műanyagok, mindenféle kerámia például, vagy mozaik. Hogyan ismerkedett meg ezzel a technikával? Hát véletlenül kerültem vele kapcsolatba, igazából festeni szerettem volna tanulni, és erre kerestem lehetőséget, én pápai vagyok amúgy, és éppen Győrben találtam lehetőséget arra, hogy ebbe a művészeti társaságba kerüljek, és ott rögtön megláttam ezeket a frezettókat, úgyhogy már a festés nem is érdekel tovább. Melyik művésztársaságról beszélünk? A Győri Bőti Művészeti Társasághoz tartozom. Itt nem csak képzőművészek vannak, hanem írók is, meg költők, meg, ha jól tudom, zenészek is vannak, meg énekkar is van, és könyvkiadással is foglalkozik a Bőti Művészeti Társaság, úgyhogy ilyen rendezvények szoktak lenni, hogy bemutatják valakinek a könyvét, verspályázatok szoktak lenni, és akkor egy időleg képkiállítás is van, énekkar is van, zenélnek is, tehát egy ilyen nagyon, nagyon színvonalas, jó társaság, jól érzem ott magam. Nagyon sok gyerek van, az meg különösen kedves dolog. Ehhez a technikához az eszközöket mennyire nehéz beszerezni, és mennyire költséges egy ilyen munkát létrehozni? Hát nem nehéz beszerezni, költségesen több, mint ami kívülről látszik, hát persze kell festék hozzá, keret. Az eszközök azok festőkések, impasztólapátok, mindenféle egyéb ilyen spakni, tortalapát, ilyenek. Környezete mit szólt ahhoz, hogy elkezdett ilyen művészeti tevékenységgel foglalkozni? Hát sztoikusan viselik, és időnként szoktak vele terrorizálni, hogy az anyunak fontosabb a festészet, mint a család, de azért ez nem így van, tehát azért családdal is sokat foglalkozom. Munkájával hogyan tudja összeegyeztetni a művészeti tevékenységet? Hát ez egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen az ügyvédirodán felett van egy műterem, és ott szoktam dolgozni. Ezeken a képeken többször, több alkalommal kell hozzányúlni, és vannak ilyen kötési száradási idők. Körülbelül 4-5 nap alatt készül el egy ilyen frezettó, és ilyen különböző fázisokban vannak. Több képen szoktam egyszerre dolgozni, és éppen amikor így elegem van a polgári foglalkozásomból, akkor felmegyek, és egy kicsit festegetek. Hétvégén persze, munkaidő után is. 2 év alatt mennyi munkát készítettél? Hát körülbelül 50 képet készítettem 2 év alatt. Hol mutatta be őket? Először Győrben volt több kiállításom is, a Bartók Művelődési Központban, az Etó Parkban, Kereskedelmi Kamaránál, aztán Pápán is voltak, ha jól tudom, 2 alkalommal is az elmúlt évben, és most pedig Budapesten volt februárban, a Dunapart Galéria állította ki a West Endben, voltak kiállítva.